Elfogadta a szenátus a kerékpárutak megépítésének megkönnyítését előíró törvénytervezetet. Az RMDS által kidolgozott tervezetről még a képviselőháznak is döntenie kell. RMDS javaslatra fogadta el a szenátus azt a törvénytervezetet, miszerint gyorsított eljárásban kevesebb bürokráciával építetnek kerékpárutakat az önkormányzatok. A módosításra azért volna szükség, mivel sok esetben a jóváhagyási folyamat meggátolta a beruházások kivitelezését. Császár Károly, az RMDS szenátora elmondta, hogy a módosítás értelmében, ha az önkormányzat kerékpárutat akar építeni, erről csupán tájékoztatnia kell a rendőrséget. Az engedélyeztetési procedúrából közlekedési rendőrséget úgymond kiiktattuk olyan szempontból, hogy nem kell várni az ők jóváhagyásukat. Hozzászólhatnak, elmondhatják szakmailag, technikailag a véleményüket, de a jóváhagyásuk nélkül is ki lehet bocsátani az építkezési engedélyt a bicikliutak építéséhez. Hozzátette, hogy a bicikliutak építésekor az önkormányzatnak egyetlen kötelezettsége maradna, az építéshez szükséges technikai iratcsomót megfelelően összeállítani. A rendőrségnek 15 napos határidő állna rendelkezésére, hogy véleményezze a beruházást. A tervezetről a képviselőház is dönt. A törvény ezt követően és az államelnöki kihirdetés után léphet érvénybe.